Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Halak 2024 második fél év. Több fontos eseményünk lesz. Szeretném kiemelni a Plútót, hiszen a Plútó a legnagyobb hatalom, a nagy pénz. Plútó az alvilág istene, ő a nagy transformátorunk. A vízöntőben tartózkodik, és tehát 20 évig a vízöntőben lesz. De egy picike időre még vissza fog térni a bakcsillagjegybe. Még valamit be fog fejezni. Szeptember 2-ától november 20-áig. Mit jelent ez a halacskáknak? Tehát itt érintett lesz a 11-es ház és a 12-es ház. A 11-es ház a csoportok, a barátok, az internet, az eredmények háza. Lehet, hogy megkapjuk a munkánk eredményét, lehet megkapjuk azt az eredményt, amiért dolgoztunk az első fél évben. És a 12-es ház, a halacskáknak a háza, 12-es ház nagyon misztikus, nagyon zárt, a titok, a félelem ide tartozik. Lehet, hogy megtudunk egy titkot. A megszabadulás ide tartozik. Lehet, hogy a Plutó megszabadít minket valamilyen nehéz dologtól, valamilyen nehézségtől, gyötrelemtől, betegségtől. Az izoláció is ide tartozik, az izolált helyek ide tartoznak. De a Plútóról vannak külön videók, ezen a csatornán érdemes megnézni, meghallgatni. Karmikus csomók, az északi és a déli, továbbra is az északi a kosban tartózkodik, a déli viszont a mérlegben. A karmikus csomókról is vannak külön videók. A karmikus csomók miatt van holdfogyatkozás, napfogyatkozás. Holdfogyatkozás, na hát itt jön az érdekesség. Szeptember 18-án lesz, és itt a halacskák a főszereplők, mert holdfogyatkozás a halakban. Az egyes ház érintett. Én, a külső, a belső, kvázi az egész életem. Napfogyatkozás. Október 2-án, itt viszont a kettes ház érintett, a pénz, az értékeink, az önértékelésünk, de a holdfogyatkozásról, a napfogyatkozásról lesznek külön videók, hát ősszel. Na nézzük a kártyákat. Nagyon kíváncsi vagyok, mert az a helyzet, hogy letöröltem a videókat, és nem lett feltöltve a bak, a vízöntő és a halacskák. Pedig a halacskáknak nagyon jó kis kirakás jött ki, nagyon jó. Három napot kaptunk, és a nap a legcsodálatosabb kártya. A boldogság, a szerencse, a siker, a ragyogás. Nagyon mérges voltam, még most is az vagyok. Úgyhogy lassan éjfél, muszáj ennek a három csillagjegynek újra venni az egészet. Na de fel a fejjel. 8-as kejhek, amikor kijön ez a kártya, akkor fejlődni akarunk. Kinőttük azt a helyet, ahol vagyunk, kinőttük azt a cipőt, tudjuk, hogy ott, ahol vagyunk, már nem fogunk tudni fejlődni. Vízenergia, ti energiátok. Ezt a döntést az ember nem egyik pillanatról a másikra hozza meg, hogy valamit vagy valakit ott hagy és útnak indul. Új munkahelyet keres magának, vagy akár külföldre kimegy dolgozni. Nem. Ez már régóta elkezdett megszületni, és nőtt és kinőtte magát. Ott a holdfogyatkozás, napfogyatkozás, a hold is ott van, a napocska is ott van. Holdfogyatkozás nem hiába, ugye ott a halacskák lesznek a főszereplők. Fontos dolgok, fontos események, fontos információ jöhet. Na de erről szeptemberben beszélünk. Na nézzük, mi van itt. A torony. Így van. Valamit le kell rombolni véglegesen. Valamit vagy valakit ott kell hagyni. Ez a valami
nem hagy minket tovább fejlődni. Nem hagy minket tovább menni a sikerhez. Vagy az új sikerhez, az új célhoz. Ez lehet egy párkapcsolat, ez lehet egy munkahely, ez lehet egy főnök. Micsoda kártyák! Micsoda kártyák! Húzunk még egyet. Hetes, így van. A tolvajok kártyáját megkaptuk. Az energia vámpírt megkaptuk. Tehát valaki szívja az energiánkat. Lopja tőlünk azt a pozitívumot. Tehát ezért kell az a bizonyos rombolás, ezért kell az a bizonyos elhagyás, valamit vagy valakit ott kell hagynunk. Hát ezekre nincsen szükségünk. Nos, mi lesz tovább? Érdekes, nagyon érdekes ez a forgatókönyv. A holdfogyatkozás meg tud minket szabadítani valamitől vagy valakitől, és a Plútó is meg tud minket szabadítani, és ott ugye a 12-es házat megkaptuk. Az viszont maga a megszabadulás. Húzunk csak rögtön kártyát ebből a kártyapakliból. Na, mi van itt? Négyes kelyhek. Érdemes szomorkodni tovább? Nem. Fel a fejjel. Miért? Mert itt már lehet látni, hogy az univerzum valamit már elindított nekünk. Valamit elkészített nekünk. Ez egy új lehetőség. Az univerzum keze nyújtja nekünk ezt az új lehetőséget. Azt üzeni nekünk, fordulj meg, vedd észre ezt az új lehetőséget. Ami itt történt, megtörtént, lehet jobb is, hogy megtörtént. Jobb is, hogy megtörtént ez a rombolás, ez az elmenetel. Jobb is, hogy kiderültek ezek a dolgok. A kardok egyébként, a virtuális világ, az is ide tartozik. Tehát nem szomorkodunk. Itt vannak ezek a kelyek. Nem szomorkodunk. Már semmi jelentőségük. Meg kell fordulni, és észre kell venni ezt az új lehetőséget, ezt az új csodát. Húzunk csak még egyet. Igen, még egyet. Hármas kardok. Lehet látni a kártya is, mennyire fájdalmas, mennyire szúrós ez a kártya. Ugye, ott a szív, és át van szúrva három karddal. Tehát lehet egy szerelmi csalódás, ha valaki összetöri a szívünket, hátba szúr minket, a hátunk mögött kibeszél, mert kardok maga, a kommunikáció, a beszéd, a pletyka, a rossz indulat, de ez jobb, hogy kiderült. Nézzük csak a kártyapakli alját. Megint megjelent nekünk ez az ász. Ez a kehely megint megjelent nekünk, és ász formájában. Ha itt ez egy négyes, tessék, fogadd el, akkor ez viszont már egy konkrét lehetőség. Ez egy új boldogság forrás. Ez az a kártya, akár az egész életet újra tudjuk kezdeni, újra tudjuk indítani. És itt van a béke galamb. A béke beköltözik a szívünkbe. Víz energia, érzelmek, érzések, szívügyek. Új boldogságforrás. Képzeljünk el olyan boldogságot, mint a gyermekszülés, gyermek születése, mint a keresztelő, mint az esküvő. Tehát ilyen boldogságot képzeljünk el. Ilyen boldogság várható. És itt van a királynő, a kelyhek királynője. Tehát ezek a kelyhek gyógyír a sebeinkre. Királynő, kelyhek, hát ez a halacska. Ez a halacska.
Megyünk tovább. 78 ajtó, milyen ajtókat nyitunk ki, milyen ajtók nyílnak ki, milyen lehetőséget jönnek 9-es fantasztikus, 9-es kelyhek, a ti energiátok megint, víz, energia, boldogság, ez az elért siker. Tehát itt az egyes, az ászha, valami elkezdődik, a 9-es mutatja nekünk, hogy elérjük a sikert határozottan. De a kártyán is lehet látni, hogy mennyire elégedett az életével. Itt van a jó kis lakoma. Elégedett az életével ez a férfi. Hogy nem? Teljesültek az álmok, a vágyak. Mindent elért. Mind a 9 kehely megtelt. Boldogsággal, sikerrel. Úgyhogy tényleg fel a fejjel. Lehet tényleg valamit le kell rombolni ahhoz, hogy kapjunk helyet. Befogadni az új dolgokat, hogy legyen hely az új dolgoknak. És a Plútónak a kártyáját megkaptuk, és egyébként a kártyapakli alja 10-es kelyhek. Milyen csodálatos ez a kártya. Ez egy boldogságos befejezés. A Plútó energiát megkaptuk, a nagy transformáció, a nagy változás, valami véget ér, és valami új elkezdődik. Tehát megint kaptunk egy megerősítést, hogy valami véget ér, valamitől meg fogunk szabadulni, valamitől vagy valakitől, de ez jobb lesz nekünk. Ez jobb, az új dolog, az boldogság. Az boldogság. Nagy változások lesznek itt. Nagy változások. Megyünk tovább. A mindennapi boszorkányok mit mondanak nekünk? Na nézzük. 9-es a remete. Senkinek nem jött ki még ez a kártya. Senkinek. Tehát ez már az utolsó kirakás, a 12-dik. Senkinek nem jött ki. 12-dik plusz 3, amit újra kell vennem. Senkinek a remete. A bölcsesség kártyája. Valamit megtudunk. Egy titkot megtudhatunk itt. Tehát ez a tűz, ez valamit ki fog nekünk világítani. Megtudjuk a választ. Mit is akarunk? Hogyan is kell tovább cselekedni? A bölcsesség kártyája. Egyébként nagyon jó ilyenkor tanulni menni. Belemerülni valamibe, például a tanulásba belemerülni. Vagy ha valamit akarunk megtalálni, egy dokumentumot például, akkor kutakodni. Vagy a szervezetünkben kutakodni, egy kis vizsgálatra elmenni, minden rendben van-e? Na, mit akar mondani nekünk ez a remete? Egyébként ez a remete olyan, mint a 12-es ház, az elszigetelt dolog, az elszigetelt hely. Lehet, hogy egy szigeten fogunk nyaralni például. A sziget is egy elszigetelt hely. A szállodák is egyébként ide tartoznak a 12-es házhoz. De lehet, ez maga a spiritualitás, lehet, hogy egy kolostort meglátogatunk, lehet. Lehet, hogy meditálni fogunk, jógázni. Ez is ide tartozik. Felkeresünk egy szent helyet. 9-es nagyon jó. Ez már a második 9-esünk. Érmék 9-es. Itt viszont a kelyhek. A kelyhek boldogság, az érmék pénz. A második 9-es üzeni nekünk, hogy elérjük a célunkat, elérjük azt a bizonyos célt. Érmék értékek, ami nekünk értékes, amiért küzdöttünk. Egyébként van még egy 9-esünk, hát a remete. Az összes kis 9-es, ugye 4 darab van, abból 2-t megkaptunk,
Az összes kis kilences, ehhez a nagy kilenceshez tartozik a remete. A remete. Megtalálni azt a kincset, azt a boldogságot. Hát kinek mi a kincs, kinek mi az érték? Valakinek a pénz, valakinek a család, valakinek a karrier. Ez a kártya maga a komfort. Ez a kártya maga a kényeztetés. Lehet tényleg elutazunk egy olyan helyre, egy kicsikét nyaralni, kikapcsolódni, ahol megkapjuk azt a kényeztetést. Még egyet húzunk. Még egyet. Na, mi van itt? És megint a nagy változás, megint a halál. Másodszor megjelenik nekünk a Plutó, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb változás. Úgy, mint régen nem lesz, valami változni fog. Ez az ajtó kész. Ez már zárva van. Itt van. Ez az ajtó nyitva van. Az egyik becsukódik, a másik ki fog nyílni. Oda be kell lesz lépni. Ez egy új élet. Ez egy új élet. Vannak még... kártyák itt. Na, nézzük ezt a kártyapaklit. Ha már újra kellett venni az egészet, akkor húzunk még. Na, nézzük. Karmikus kártya. A harmadik karmikus kártya. A két halál, egy-kettő, és az igazság. Az igazság szolgáltatás, tehát meg fog születni az igazság. Megkapjuk azt, ami nekünk jár. Ha van egy konfliktus például, egy szúrós helyzetet, itt látunk ilyen szúrós helyzetet, megszületik az igazság. Ha lesz egy fontos döntésünk, és nem fogunk tudni dönteni, ha lesz egy lehetőség, tegyük azt a bizonyos döntést, azt a bizonyos lehetőséget erre a mérlegre. Mérlegeljünk. Tegyük fel magunknak a kérdéseket. Ha én ezt elfogadom, boldogabb lesz ettől az életem? Jobb lesz? Szebb lesz? Könnyebb lesz? Na, merre billen az a bizonyos mérleg? Ha rá tudunk, ha határozottan rá tudjuk vágni az igent, hogy igen, jobb lesz az életem, boldogabb lesz az életem, könnyebb lesz, akkor fogadjuk el. Ha nem tudunk olyan határozottan válaszolni, akkor érdemes mérlegelni. Érdemes egy picit megállni. Nem elkapkodni azt a bizonyos döntést. Nem utolsó sorban, nem utolsó sorban, amit adtunk, azt most vissza fogjuk kapni. Tehát legyünk igazságosak. Ha jót adtunk, jót fogunk visszakapni. Tehát itt bizony vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Amit tettünk, most megkapjuk az eredményt, nem utolsó sorban. És az erő, csodálatos kártya. Egyébként a kártyapakli alja, a kilences kelyhek, megint ugyanez a kártya, a boldogság, az elért siker, az álmaink valóra válnak, és erő. Lesz erőnk küzdeni, tovább harcolni, és ez finom erő, ez puha erő. Ez az akarat ereje. És mi van itt? Na, nézzük. A szabadság. A szabadság. Megkapni a szabadságot. Tehát valamitől vagy valakit megszabadulni, és ezáltal megkapni a szabadságot, a felszabadulást. Tehát ehhez viszont kell robbantani. Ez a kártya. Itt van nekünk ez a torony. Ezt is szokta tanácsolni, hogy épp ideje robbantani egyet.
lerombolni valamit. Lehet olyan dolog, amit hosszú távon építettünk, de most rájövünk, hogy ez nem is sehova, hogy ez nem épít minket, hogy nem lesz ettől jobb az életünk, és csak meg fogja nehezíteni a dolgunkat, és meg is nehezíti, érezzük ezt, akkor épp ide robbantani, és megkapni a szabadságot. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!